talán nem árulok el nagy titkot, amikor elmondom, hogy Lajost 1978 óta ismerem, amikor is a Csók galériában kiállított anyagát sűriztem. Ami 30 év távlatából megmaradt bennem, és amit most is érzek, az a festményekből áradó szakmai kultúráltság és mesterségbeli tudás. Meleg színei, izgalmas felületei és képépítése gondolatainak őszinte tolmácsolását mutatják. A szerkesztés biztonsága, dekoratívitás, koloritás, keresem Lajos művészetéhez illő szavakat, de egyik sem elég fontos. A képeket nézve szembe tűnik a kifinomult érzéki intelligencia és a tartalmi esztétikai igényesség. Az első alkotói korszakát a konstruktív formálás iránti vonzódás jellemzi. 62-től készítette ezeket a gépi konstrukciókra emlékeztető formákat, majd a gépi mozgások síkra vetített dekoratív hatásával foglalkozott. Iskolázottságra val, ha jól megnézik képeit, Kántor képfogalmazásának festői logikája, a kompozíció különböző elemeit világosan tagoló, egymással szükségszerű, szerkezeti vonatkozásba hozó, kiegyensúlyozó egységbe foglaló rendje. A bonyolult kombinációk egy sajátosan festői képzelet műveletei, melynek szárnyalását a tudatos szerkesztői érzék fegyelmezi. Az egymásba kapcsolódó plasztikus henger és gyűrű formákból komponált képek világosan tagolt téri helyzeteket teremtenek, a struktúra fegyelmezett, szinte csendéletszerű, néhány jellegzetes színhatásra épít. A reális és az irreális látomás szintézisét fogja egybe, a formakonstrukció sugárzásával érzetek és érzelmek összpontosulnak. A gépi formái statikusak, de egyben dinamikusak is. Bennük sűrűsödnek legintenzívebben a szín és formaritmusok. Nem válnak mértani dekorációvá, a konstrukció szimbolikus rendszert képez. A 70-es évek közepétől szabadon alakított formák kombinációiból organikus és mértani struktúrákat variál Vásznain, a színeket, formákat ritmusossá szervezi, egy öntörvényű formarendet alakít ki időben, térben és metafizikai mérségben, geometrikus szabályozottság és egy festői gesztus harcol egymással. A 80-as évek elejétől képeinek szerkezetét a színek, a színpontok mozgása, lebegése, hullámzása váltja fel, az emberi lelki állapotot színbeszédbe fogalmazza Lajos. Az érzelmekkel telített belső világ kiírásának kényszere különös feszültséget eredményez kompozícióin.